szeptember 18-19-e az első Vác Rally, az SRT kiemelt versenye, mely egyben a 2010-es SRT Sprint bajnokság részét képezi. MNAS regisztrált versenyről beszélünk, mely egy háromszakaszos, összesen 9 gyorsaságival megszervezett amatőr és licenszes versenyzők számára látogatható verseny. Eger városában Túri Tomival kutattunk össze, nem véletlenül. Bizonyára Tomi, van néhány infód arról, hogy mi fog történni a versennyel, és mi a véleményed erről a kezdeményezésről? Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos verseny. Magyarországon még Vácon nem sok verseny volt, úgyhogy minél több verseny kerül az MNAS környékére, és minél több futamot tudnak rendezni, ez nagyon jó rendezvény kell, hogy legyen. Tomi, mikor ültél utoljára ladában? Fú, meg nem mondom neked, nagyon rég, tényleg ladával kezdtem a versenyzésemet. Nem tudom, majd most fogok, majd most kipróbálok egy ladát. Úgy gondolod, vagy úgy hallottam, hogy fogtok nekem hozni egy ladát, és kénytelen leszek beleülni és kipróbálni. Biztos elég béna leszek vele, de hát majd megpróbálom megoldani. Igen, vendégként fogsz részt venni a prológon, és valóban a szervezők egy ásladát biztosítnak számodra. Gyakorlatilag nosztalgia autózni fogsz. Izgulsz a régi új megmérettetés miatt? Nagyon izgulok, azért mondom, nagyon-nagyon rég ültem ladába, úgyhogy remélem nem fogok ott beégni, úgyhogy mindent megpróbálok majd megtenni, hogy minél jobb legyek, vagy jobban tudjak vele menni. El szeretnéd mondani, hogy ki fog melletted ülni a jobb egyben a prológon? Én úgy gondolom, hogy a rendező majd valakit be fog mellém ültetni. Én nem tervezek vinni senkit, aki mellém ül, úgyhogy majd azt a rendező eldönti, hogy ki üljön mellém. Nagyon bízom benne, hogy lesz rá alkalom, és valami ember, akit szeretne beültetni. A versenyt és annak rendezvényeit számos neves cég is támogatja. Szerinted mi szükségeltetik ahhoz, hogy ez a támogatottság hosszú távú jó kapcsolat kialakulásához vezessen? Úgy gondolom, hogy ez nem egy egyszerű dolog. Gondolom, egy nagyon jó rendezvény, és minden jó működjön a rendezvényen. Szerintem az a legfontosabb azoknak az embereknek, akik erre áldoznak valami keretet. Rád nagyon sok ember kíváncsi ma Magyarországon. Hogyan foglalnád össze, és hogyan értékeled az ezéves bajnoki futamodat? Az ezéves bajnoki futamom igazából nem 100%-os, én úgy gondolom. Az első futam itt az Egerben kezdődött, az jól sikerült. A következő futam az volt Salvo Gemerai, és az már úgy mondanám, hogy az megint nem volt tökéletes számomra. Az, hogy mitől vagy mitől nem, az autónk nem jól működött, én úgy gondolom, vagy nem is, hogy nem jól működött, hanem valami hajtás problémával már ott szenvedtünk, úgyhogy szerintem ez meg most itt a Veszprém rallin derült ki, hogy volt valami gond az autónkkal. Azt nem tudjuk, hogy mióta, de nem jöttek igazán az eredmények, és én úgy gondolom, hogy én próbáltam mindent megtenni, hogy minél jobb eredmények legyenek, és mégsem jöttek igazán. Én így összetettben úgy gondolom, hogy nem volt egy 100%-os évem. Nagyon bízom, hogy a jövőt jobban össze tudjuk rakni, és pontosabban is egy jobb versenyzést tudunk elérni, és egy talán jobban oda tudunk arra figyelni, hogy már milyen problémák jöhetnek egy ilyen rendes autón. Vácon, a prológon, illetve a prológ környékén találkozhatnak veled a nézők, a szurkolóid, a versenyzők, illetve a rendezők. Mit üzensz a pályaszínére a nézőknek, szurkolóknak, és mit üzensz a versenyzőknek, valamint a rendezőknek?
rendezőknek azt üzenem, hogy minél jobb versenyt próbálnak összehozni. Biztos, hogy nagyon nagy nézettsége lesz. Szurkolóknak meg azt üzenem, hogy jöjjenek ki, mert tényleg egy új verseny lesz mindenki számára, és minél többen jöjjenek ki a pályaszélére. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. A 2011-es évethez nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és kívánom azt, hogy a Váci versenyen, a prológon, a nosztalgia autózás közben érezd nagyon jól magadat. Köszönöm szépen!